A szociális tűzifa vonatkozásában annyit lehet mondani, hogy az intézmény egyik telephelyén a Mávraktárnál körülbelül 650 mázsa tűzifa áll rendelkezésre erre a célra. Hozzátenném, hogy a Városgazdálkodási Intézmény nem gyűjt szociális célú tűzifát, kizárólag akkor kerül be erre a telephelyre fa, amely később kioszható erre a célra, amennyiben a munkáltaink során ki kell termelni fát. Tehát hangsúlyozom, kimondottan a Városgazdálkodási Intézmény nem gyűjt az év során szociális tűzifát. Most a földút karbantartások kapcsán került be nagyobb mennyiségű, illetve a főtéren kitermelt és tarvágásra került fák anyaga is erre a célra lett külön félretéve. Egy nagyon fontos itt a zöld felület karbantartás kapcsán, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a Városgazdálkodási Intézménynek pontosan megvan adva, hogy melyek azok a zöld felületek, terek, közterületek, amelyeknek a karbantartása, ápolása a feladata. Ezen túlmenően az intézménynek sem feladata, de kapacitása sincs arra, hogy a lakosság által kihelyezett zöld hulladékot, ágakat, gajakat, fűnyesedékeket összegyűjtse. Ez a lakosnak a dolga, az ő feladata. Sajnos az elmúlt napokban tapasztaltuk, hiszen nagyon sokan automatikusan a Városgazdálkodási Intézményt keresik ezzel a problémával, hogy a zöld hulladékos járat ugyan hellyel közzel elviszi a kihelyezett zöld hulladékot a megadott határidőben belül és napon, viszont nem biztosít plusz zsákokat. Itt is szeretném jelezni, hogy a lebomló zöld hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat nem a Városgazdálkodási Intézmény osztja, eddig sem osztotta és ezután sem fogja, hanem a szociális osztályon lehet átvenni a régi okmányiroda helyén. Ők biztosítják, és információ alapján is van megfelelő mennyiségű zsák erre a célra.